Sziasztok, Marika vagyok. Hát képzeljétek el, már egy pár hónapja azon kattog az agya, hogy a konyha szekrényem szélét, ezt a részt le kell szednem. Mert tudjátok, vagy hát nem tudjátok, de én olyan vagyok, mint mikor a filmeket is nézem, állandóan mögé látok, úgyhogy hú. Nekem az olyan zavaró, hogyha nézek egy filmet, és akkor ugye én nekem állandóan azon kattog az agyam, hogy jaj, most a rendező ott mit csinál, jaj, most ez ott mit csinál. Szóval nem a filmet nézem teljesen, hanem szóval valamit nem jól csinálnak, nem jól mozog az agyam ebbe a szemből, a szempontból, mert mindig mögötte lévő dolgokat is látom. Na, a konyhaszekrényemben is pont így vagyok. Ha rend van is, állandóan tudom, hogy hol van még rendrakás. Na. Ezt kell megcsinálnom, mert már, hát lehet, hogy tavaly nem is csináltam. Ezeket kell innen lefeszegetnem, ugye? És akkor kitisztítanom. Az egész felületet leszedtem. Na, itt ugye el is van törve, ez azért van ide ragva, fordítva. Ezt azt is meg kell tisztítanom, ha már elég sűrűen tisztítom. Ezt is megtisztítottam, tegnap leszedtem ezeket a rózsáknak mondják, ott belül is, ugye ott is kitisztítottam, de nem tudom milyen anyag, mert akárhogy tisztogatom, ez csak egy idő után megy le róla ez a csikosodás, hát kell neki egy-két törögetés, nézzétek meg, szépen meg van tisztítva, minden ki van pucolva, le van körömkefézve, szebb, mint újkorában, de ez a felület. Én vettem ám neki ilyen tisztítót, még meg is van valahol. De az se segít, mert azzal is csak ilyen jó drága volt. Ha mit tudom, én láttam, hogy volt annyira drága. De 1240 forint volt az 5 7 évvel. Hát akkor most se olcsó. A 7 éves az a konyhaszekrény, majdnem 6,5. No, szóval. Itt ugye megkértem az asztalosomat, hogy rakja itt előbbre. Mert ugye nem itt a láng, hanem ott van bent. Látom másnál is itt lógnak kint az edények, de úgy csinálta úgy. Berakta ugye ez ilyen 15 centi, ott meg semmi. Ide felrakom a nagy edényt, ugye elér eddig a láng, ugye hogy ha nagy lángra rakom, és egyszerre itt megvettem egyet, hát újat kellett volna venni, de ahogy veszünk egy két hónaposnak újat, ez a férjem már ide csinálhatta ilyen krómlemez, azt hiszem, jól mondom, és akkor ez így szép, látjátok. Most azt nem fogadtam, csak így a félvilágnak, tudjátok. Na. Én ezt is letisztítom, meg azt mind leszedem. Aztán nézzétek meg, hogyan áll az itt. Aztán meg lesz tisztítva. Aztán pakolok minden vissza a helyére. Aztán hogyan tudom megoldani a tisztítást? Már nem emlékszek rá tavaly, hogyan csináltam, vagy inkább tavaly előtt. De azt hiszem domestosos körömkefével. Valahogy úgy. Na, vagy ha valamit mutatok lehet. Hát minden szép és jó. De nem tudom, mennyire látszik, azok a szegek, amik oda lettek rakva, azoknak nem olyannak kellett volna lenni, ami rozsdásodik. El vannak rozsdásodva, és gondolom a fát is ölik alatta. Már egyszer jártunk így az ezelőtti szekrénynél. Mert ugye most, ha igazán meg akarnám tisztítani, le kellene szednem mindent. Ezt is innen ki kéne szednem, mert ugye látjátok, ez a kis nájlon, egy ilyen nájlon rész van itt, ahol bedugtam a kést. Ott a nájlon, az is meg van barnulva, és mögötte is, ugye néha föcsög oda víz, hiába törülél egyszerűen Marika, föcsög oda víz, és látom, hogy azt is le kéne onnan szedni, de hát azt én nem tudom megcsinálni. Azok a szegek meg úgy vannak beleragva, hogy hát nem tudom, hogy én most a férjemnek szólok, hogy az ide jön-e. Itt ennél a másik oldalánál, ott lehet, hogy arra nem lesz szükség. Megnézem azt is már, hogyha
lenne neki nem rozsdásodó szege, már olyan nézetek, már itt a kupakja, a szegnek a kupakja már le is pattant. Beszélek a férjemmel, hát ha van neki olyan csavaros szeg, ami tudom be lehet csavarozni, mert hát az asztalos ezt eltolta. Hát igen, ugye ott rozsdásodik, de itt ezen a részen nem, mert itt ugye nem fecsög a víz. Itt jó, ezt csak le kell tisztítani. Na hát megszenvedtünk vele. Most már visszaraktam, nem mutattam most, hogy mit kínlottunk. Hát itt ki volt bubosodva, aztán belevágtam ollóba, és kivágtam egy darabot belőle, hogy sima legyen. Ugye ide majd kerül vissza az a kromlemez. Aztán megbeszéltük a férjemmel, hogy egy 2 évet még kibír, aztán veszünk ide új szegélyt, mert nagyon rossz állapotban van, de érdekesség az volt, hogy ugye a férjem felhozta a... Ugye itt tiszta rosda volt, meg a mosogatónál. Felhozta a... hogy itt a sütőnél. Ugye a hasábburgonyát is sütöm, hiába rakom rá a fedőt. Kifecsög valamennyi. Amíg kiszedem, meg mit tudom én, hát fecsög oda, hát nem körülbelül ennyire hátra rakni ezt a sütőt. Nem értem, vagy hát akartam én 60 centinél szélesebb pultot, egy 10 centivel, de azt mondták, méreg drága lenne. Hát méreg drága, azért az nem vagyunk milliómosok. Na, és akkor ugye az a lényeg, hogy megbeszéltük a férjemmel, hogy majd 2 év múlva veszünk új szegélyt, addig kibírja, addig nem tisztítom, hát nem fogom minden évben tisztítani, hát hú. Elmenj vele egy, több mint egy órán. Na és a lényeg az, hogy a férjem felhozta a csavarozóját, és itt a csavarokat nem tudta kiszedni, mert minden hátát kiszedtem, amit olyan katasztrofális volt, és ki tudtam alatta tisztítani. Tudjátok, ez alatt, ami volt, mutattam. Na hát, még itt ezt kitakarítom, aztán pakolom vissza. És végeztem, jaj, és fáradtam. Na, minden visszakerült a helyére, lett amilyen lett, ugyanolyan, mint volt, hát még nem végeztem, még ezt a szörpöst fel kell töltenem, egy-két dolgot még meg kell csinálnom, de minden visszakerült a helyére, kovászomat is hamarosan etetni kell. Na jó van, hát nem is tudom, miért mutattam meg nektek. Nem tudom, azt hiszem, már láttatok így a konyhámat. Már ugye csak részletekben látjátok, de az a videó le lett véve. De hát elég sokan láttátok annak ellenére, gondolom én. Ja. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a kilódásos videót. Habár mindent nem mutattam, mert túl hosszú lett volna, hát annyit nem ért az egész. Sziasztok!